és a budapesti ügyvédi. A Nemzetpolitikai Államtitkárság decemberben közzétett pályázati felhívásában a külhoni magyar kultúrát és oktatást támogatja. A keretösszeg 2 milliárd forint. A következő év Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világ minden részén élő magyarság számára nemzeti összetartozás éve lesz. Ezzel párhuzamosan, ezt kiegészítve a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága meghirdette az erős magyar közösségek évét, és reméljük, hogy ezzel a pályázati kiírással is hozzájárulunk, és az egyéb pályázatainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a programsorozat sikeres legyen. Az idei keretösszeg éppen duplálja a tavainak, és a pályázati feltételeket is rugalmasabbá tették. A szervezeteknél már lehetséges a gépkocsi vásárlás, illetve ingatlan felújításra is pályázhatnak. A támogatások a kultúrát, oktatást, identitás megőrzést és megerősítését kell, hogy segítsék. Fontos tudni azt, hogy egy-egy szervezet csak egy-egy ablaknál tud pályázni, tehát nem lehetséges az, hogy mind a kettőhöz pályázzon. Ezt úgy lehet orvosolni, ezt a problémát, hogy az eddigi 2-3 pályázat és a pályázati célokat próbálják meg egy pályázatba tömöríteni, és nagyobb összegre pályázzanak, hiszen a regionális keret összegnél is emeltük a megpályázható összeget, ez 300 ezer forinttól 3 millióig terjed most, és a központinál pedig 500 ezertől 10 millió forintig lehet pályázati összeget elnyerni. A központi felhívás keretösszege 1 milliárd forint, ott a benyújtási határidő január 30-a. A felvidéki regionális pályázatokat január 29-éig várják. Itt a keretösszeg 230 millió forint. A fent említett pályázattal egy időben meghirdették a dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat is, mely a külhoni magyar jogászhallgatókat hivatott segíteni. A felhívások elérhetők a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT honlapján, a www.bgazrt.hu és a www.külhonimagyarok.hu oldalon.